Gyümölcsfeldolgozó épül Tornyospálcán. Az 5 milliárd forintos beruházás 100 fő részére biztosít új munkahelyet, akik mintegy 600 térségi termelő gyümölcseit dolgozzák majd fel. Kóser logisztikai központ fényes Litkén. Az 1 milliárd forintból épülő üzem lehet az egyik legfontosabb mérföldköve annak a folyamatnak, amellyel a térség gazdasága világszínvonalúvá nőheti ki magát. Épül a jégkár elhárító rendszer. 6 megye 275 talajgenerátorát felügyeli majd a Balkányi Jégkár Mérséklő Rendszer központja, amelynek alapkövét szerdán délután tették le. Öt milliárd forintból épül gyümölcsfeldolgozó és sűrítménygyártó üzem Tornyospálcán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Tornyospálcán épülő új gyár alapkövét ma délelőtt tették le a település határába. A beruházás 100 fő részére biztosít új munkahelyet, akik mintegy 600 térségi termelő gyümölcseit dolgozzák majd fel. Magyarország feldolgozó ipara, export tevékenysége és a dinamikusan fejlődő kisvárdai térség számára meghatározó beruházás vette kezdetét. Hamarosan új, világszínvonalú alma és megyfeldolgozó, gyümölcssűrítményeket gyártó ultramodern üzem építése veszi kezdetét. Már első évben a gyár üzemi kapacitása 60-80 ezer tonna alma feldolgozását fogja lehetővé tenni. Ezzel párhuzamosan körülbelül 3000 tonna megy feldolgozására is lesz lehetőség. A megtermelt és feldolgozott termékek 98%-át külföldre exportálják majd, ezzel komoly konkurenciát létrehozva a már térségben működő gyümölcsfeldolgozóknak. Ez azért is fontos, mert Tornyospálca 800 éves történelmében nem volt olyan esemény, amely ilyen mértékben meghatározta volna a térség gazdasági fejlődését. Ország legnagyobb almatermesztő településén vagyunk most. 682 hektár ültetvény van csak Tornyospálcán, ami önmagában másfélszer akkora, mint a listán következő település, egyébként Nyíregyháza. 14 hónappal ezelőtt kezdődtek el a beruházással kapcsolatos tárgyalások, és a tervek szerint újabb 14 hónap múlva már működni fog a gyümölcsfeldolgozó üzem. Ez több, mint 100 helybélinek teremt munkát, és 600 környékbeli gazda számára ad majd lehetőséget, hogy beszállítsák terményeiket. Bizonytalan a felvásárlás, milyen áron, nem olyan régen beszélgettünk ilyen gazdákkal, hogy bárcsak minden évben olyan felvásárlási árak lennének, mint a tavalyi évben voltak. És akkor már mindenki aláírná az elkövetkező 10 évet, hogy akkor marad az almába. De ezt nem lehet garantálni. Mivel lehet garantálni? Az ilyen beruházásokkal. Hiszen a Magyarország 21. századi kitörési pontja többek között az, hogy az itt megtermelt termékeket nem csak úgy kivigyük, hanem feldolgozott módon vigyük ki. Én azt gondolom, ez a 21. század. Az eseményen Magyar Levente parlamenti államtitkár kiemelte, az ehhez hasonló beruházások a jövőt jelentik, hiszen olyan adottságokkal, munkaerő morállal és tapasztalattal, mint Magyarország, kevés állam rendelkezik. Ez az üzem is lehetőséget biztosít majd ezek kiaknázására. 1 milliárd forintos beruházás kezdődött Fényes Litkén. A nemrég átadott ipari parkba megérkezett az első vállalat az Agro Rehab Non-Profit Kft. Vezetésével. A parkban épülő Európai Kóser Logisztikai Központ lehet az egyik legfontosabb mérföldköve annak a folyamatnak, amellyel a térség gazdasága világszínvonalúvá nőheti ki magát. Kisvárdán már működő gazdaságban állítják elő a kóserpiac számára ritka brokkolit és karfiolt. Az ehhez kapcsolódó logisztikai tevékenység a következő hónapokban elindul. Párizs és London irányába kezdik meg a kóser élelmiszer értékesítését. Ennek folytatásaként indult meg az alapkőletétellel egy logisztikai központ felépítése. Ami remélhetően 2018 év végén el fogja kezdeni már a működését, és hidat fog képezni az európai, izraeli és az amerikai kóser piac számára, a kóser élelmiszer ellátására. Ezzel együtt nagy lépést téve abba az irányban, hogy a magyar élelmiszeripar termékeit értékesíteni tudjuk a világ kóser élelmiszer piacán. Az 1 milliárd forintos, 6000 négyzetméteres épület 4000 raklap tárolására lesz alkalmas, valamint egy 3000 raklap kapacitású szárazáró raktárként is funkcionál majd. Lehetőség lesz fagyasztott és hűtött termékek tárolására is. Magyarországot sikerült felhelyeznünk a világ kóser élelmiszer
piacának a térképére. Ez egy mintegy 20 milliárd dolláros piac, a világ egyik leggyorsabban fejlődő élelmiszerpiaca, és Magyarországot hosszú idő után azt gondolom, hogy korábban nem várt eredményességgel sikerült újra feltennünk erre, ennek a piacnak a térképére. Az ország keleti régiója kiemelt térségnek számít a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén. Ez a tendencia a következő években az előrejelzések szerint tovább fog erősödni. Kimerem jelenteni, hogy az élelmiszeriparban olyan lehetőség rejlik, amelyet Magyarország még teljesen nem tudott kihasználni, és amennyiben ez a munka folytatódhat és sikerül ezt a potenciált kihasználnunk, akkor ez a térség is olyan fejlődés előtt áll, amire talán ma nem is gondolunk. A kormány a következő években újabb fejlesztést tervez a kóser élelmiszeripar területén, amelyek munkahelyek százait hozhatja létre. Ez a komplex fejlesztési csomag olyan hozzáadott értékteremtést tesz lehetővé, amely az egész térség fejlődésére hatással lesz. 6 megye 275 talajgenerátorát felügyeli majd a Balkányi Jégkármérséklő Rendszer Központja. Az épület alapkövét szerdán tették le a településen. Az országos rendszer kiépítése 1,8 milliárd forintba kerül, viszont évente közel 50 milliárd forint kár előzhető meg segítségével. Két 250 négyzetméteres raktár és egy kezelőközpont áll majd ezen az egyelőre még üres területen. Balkányban itt épül meg a jégkármérséklő rendszer központja, melynek alapkövét szerdán délután tették le. A térség országgyűlési képviselője szerint a jégelhárító rendszer kiépítésével a gazdák régi álma valósul meg. Láttuk azt, hogy akár Vállalj térségét, akár fent a Belegben irtózatos jégverések voltak, de nem került el ezt a térséget sem a jégverés, habár itt a gyakoriság kisebb volt, mint a megye keleti részén. És most végre valahára az összefogás az eredményt teremtett. A több uniós országban már jól működő talajgenerátoros megoldással ezüstjodidot párologtatnak a levegőbe, ezzel több, de kisebb jégszem keletkezik, amelyek lassabban esnek lefelé, az olvadás nyomán pedig jelentősen csökken a méretük. Az Agrárkamara számításai szerint a rendszernek köszönhetően a kárarány az 1%-ot sem éri majd el évente, míg korábban 4-4,5%-os volt ez átlagosan. Csak tavaly 70 ezer hektárt érintett a jégkár, a kárenyhítési kérelmek legnagyobb részét ezt tette ki. Egy 35 éves mérési adat áll rendelkezésünkre, ez szerint minden befektetett 1 forint körülbelül 33 forintot ment meg, ez 50 milliárdot jelent éves szinten körülbelül, ennyivel növekedhet a mezőgazdaságból származó árbevételünk, ami kárt okozott szokott okozni a jég évente, ez a 2017-es évben 70 ezer hektárt jelentett. A beruházás során 843 új talajgenerátort helyeznek el az országban, 4 régióban, ebből 70-et a megyében. A Jéger névre keresztelt országos rendszer második legnagyobb központja Balkány lesz. 275 talajgenerátornak az üzembehelyezéséről kell gondolkodni ennek a régiós központnak. Ebből körülbelül 20 telephely van még olyan, ahol nem lett kiszállítva a talajgenerátornak a tárolója, úgyhogy én úgy gondolom, nagyon jó ütemben vagyunk, és 20 olyan telephely van már, ahol a próbaüzem is megtörtént, úgyhogy semmi akadályát nem látunk annak, hogy május 1-én ez üzembe legyen helyezve, sőt, régió szinten olyan jól állunk a többi régióhoz képest, hogy fogunk tudni besegíteni annak a régiónak, aki esetleg úgy tűnik, hogy május 1-ére ezt nem tudná befejezni. Az Európai Unióban egyedülállóan a teljes országot lefedő jégkármérséklő rendszert 1,8 milliárd forintból építik ki, ami a gazdáknak nem jelent pluszköltséget, mivel a telepítést javarészt a vidékfejlesztési program keretében meghirdetett pályázatból fedezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A rendszer működtetése éves szinten 1,5 milliárd forintot tesz ki, ezt a kárenyhítési alapból finanszírozzák majd. A jégkármérséklő rendszer azonban nem csak a mezőgazdaságnak hasznos. Természetesen a jégelhajtó rendszer elsősorban a gazdákat védi, de emellett ugye a lakosságot is védi, ugyanúgy a házakat védi, gépjárműveket, mindenfajta jégverés ellen, és azért gyakori ezen a környéken is, és országos szinten is, hogy hallottunk már rengeteg házat, rengeteg épületet, amelyeket elvert a jég, tehát ez nem csak a gazdákat védi, természetesen azért épül, de védi elsősorban Balkányt, és védi a környékbeli településeknek is. A jégkármérséklő rendszert nem csak országosan szeretnék kiépíteni, már tárgyalások zajlanak Romániával és Ukrajnával is a rendszer bővítését illetően, ezáltal a határmenti települések védelme is fokozódna.
Egy egységes, szervezett, megfelelő tudással rendelkező gazdatársadalomra van szükség ahhoz, hogy kiaknázhatók legyenek az új Európai Uniós támogatási ciklus fejlesztései, fogalmazott Jakab István a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdafórumon Balkányban. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke szerint a versenyképes mezőgazdaság megteremtéséhez elengedhetetlen a korszerű ismeretek és a digitalizáció alkalmazása. Jakab István arra is emlékeztetett, 2010-hez képest 2017-re 5,8 milliárd euróról 9 milliárd euróra nőtt Magyarország agrár- és élelmiszer exportja. A fórumon az is elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett az elmúlt időszakban a legtöbb agrár- és vidékfejlesztési támogatás. Hatalmas verseny elé nézünk, aminek meg kell felelnünk, hangsúlyozta Jakab István Balkányban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdafórumon, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke kiemelte, a következő uniós ciklus költségvetésében is fontos szerepet töltenek be az agrár- és vidékfejlesztési támogatási rendszernek juttatott források. Mint mondta, ezek lehívásához azonban hazai szinten sokat kell tenni. Ennek a kihívásnak csak egy olyan gazdatársadalom, egy olyan vidék tud megfelelni, amelyik kellőképpen megszervezte önmagát, egy megfelelő tudás, egy megfelelő információs bázis háttér van mögötte, van egy erős tanácsadóhálózat, hogy akkor, amikor az Európai Unió büdzséje elkészül, kialakul, akkor, amikor a feltételeket megismerjük, hogy milyen lesz az új közös agrárpolitika, milyen lesz az új támogatási rendszer, hogyan lehet elérni az új fejlesztési forrásokat, akkor képesek legyünk az utolsó centet is lehívni. Jakab István szerint napjaink technológiai fejlődésére is reagálnia kell a magyar gazdáknak. Korszerű tudás nélkül, korszerű ismeretek ezek alkalmazása nélkül ma már nem lehet sem Európában, sem a világpiacain versenyképesen megjelenni. Megváltoztak a fogyasztói szokások, új élelmiszertípusokra van szükség, új növényfajok kerülnek be a köztermesztésbe. Ezeknek csak megfelelő tudással bíró, megfelelően szervezett és megfelelő technológiai rendszereket üzemeltetni képes emberek tudják a sikert elérni. A magos elnöke kiemelte, a digitalizáció is ma már elengedhetetlen a versenyképes mezőgazdaság megteremtéséhez. A keleti és a déli nyitás, az erős marketing tevékenység, illetve a termelést és a feldolgozást érintő fejlesztések mind segítenek abban, hogy erősödjön a magyar mezőgazdasági termékek helyzete a piacon, mondta el Jakab István. Ha megnézzük, 2010-ben 5,8 milliárd euró volt az exportunk, agrár-élelmiszer exportunk. Ez 2017-ben 9 milliárd euró. Tehát hatalmas a fejlődés, és nem az export volumen nőtt, hanem a magasabb feldolgozottsági fokú termékeket jobb áron tudtuk piacra juttatni. Tehát már képesek voltunk arra, hogy az élő munkát is a terméken keresztül tudtuk exportálni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy színes mezőgazdasági kultúrával rendelkező térség, ezt már Viski József mondta el a fórumon. Mind területileg, mind pedig a vállalkozások számát tekintve is a legnagyobb az országban, és éppen ezért a legtöbb forrás is ide Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett a vidékfejlesztési program támogatásai közül. Ugye a program forrásainak a fele az normatív jellegű támogatás, tehát terület vagy állatlétszám alapján nyújtjuk a gazdálkodóknak, a másik fele viszont beruházási támogatás, tehát a kormány 660-680 milliárd forintot fordít arra, hogy egyes mezőgazdasági beruházásokba az állattenyésztési ágazatot érintően, kertészeti ágazatot, élelmiszerfeldolgozást érintően támogassa a magyar mezőgazdaságot és így a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdákat is. Viski József arra is felhívta a figyelmet, a mostani Európai Uniós időszakra biztosított vidékfejlesztési források majdnem teljes egészében a megvalósítás szakaszában tartanak. A vidékfejlesztési program a mostani uniós programozási időszakra 1300 milliárd forintos támogatási összeget tartalmaz. Ennek a pénznek a 92%-a kötelezettségvállalásra rendelkezik, tehát a miniszterelnökség már ekkora összegről, hogy majdnem 1200 milliárd forintról döntött is, és ugye most folyik a megvalósítás. Viski József leszögezte, keresik annak a lehetőségét, hogy a 2020 utáni ciklusban ne csökkenjen az agrár- és vidékfejlesztésre szánt források összege, illetve azt is, milyen hazai forrásokat tudnak biztosítani ezeknek a területeknek. 400 millió forintból újítják fel a belvíz elvezető rendszert Baktalórántházán. A terület és településfejlesztési operatív programban történő fejlesztéssel egy csaknem 3 milliárd forint összegű beruházási csomag kezdődött el idén a településen.
Számos beruházás mellett hamarosan megkezdődik a Baktalórád házi belvízelvezető rendszer felújítása és kiépítése. A településen csütörtökön ünnepélyes keretek között megtörtént a beruházás első lépése. A település országgyűlési képviselője, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke és Baktalórád háza polgármestere a közös munka sikerének szimbólumaként alapkőletétellel nyitották meg a projekt indulását. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálta azt a közösségének hiányát szenvedő beruházást. Itt, ahogy beszélt polgármester úr, a kerékpárút építését, felújítását, a belvízelvezetőt, energetikai projekteket, a turisztikai projektet, és azt gondolom, hogy sok más. Minden 44 település, az én mostani számításom és ismeretem szerint körülbelül 90-95%-ban fog teljesülni az az igénylista, amit pályati formában ez a 44 település benyújtott, és azt gondolom, hogy ez egy nagy siker, hiszen egymást erősítve azoknak a településeknek a lakóit szolgáljuk, akik életminőségében, vagy pedig beruházásában, munkahelyteremtési beruházásban, vagy ipari parkfejlesztésben meg tudtuk valósítani. Egy történelmi pillanat volt a mai nap Baktalórád háza város életében. Ezt már Baracsi Endre mondta, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte. A megvalósult fejlesztéseket megelőző stratégiai célok éppen az ilyen beruházások miatt történtek, melyek az adott település közösség problémáira fókuszálnak. Pontosan ezért igyekeztünk a lehető legszélesebb kört ezekre az előkészítési munkákra meghívni, így polgármesterek, civil szervezetek, közösségeknek a képviselői, vállalkozói, vállalkozók képviselői mind elmondhatták, hogy mit szeretnének, és melyek azok az irányok, amelyek felé el kell mozdulni, és ennek alapján nagyon örülünk annak, hogy a mai nap megtörtént egy olyan alapkő letétel, amelynek eredményeképpen Baktalórádház a városnak az arcolata lényegében teljesen megváltozik, és azok a közszolgáltatások és azok a fejlesztések, amelyek itt megvalósulnak, azok mind élhetőbbé teszik majd a várost. A megyei közgyűlés alelnöke azt is elmondta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés célja az, hogy a megye egy olyan megye legyen, ahol jó élni, de ezen felül egy olyan megye is, ahová jó visszatérni. A rendezvényen Baktalórád háza polgármestere kiemelte, az elkövetkezendő másfél évben 3 milliárd forint összegű fejlesztések valósulnak meg a településen. Jelenleg a belvízelvezető rendszer felújítási programját kezdjük el, ami egy 400 millió forintos program. Ezt követően pedig sor kerül a többi úgynevezett toppos projekt megkezdésére. Zöldváros fejlesztési program 400 millió forintból, kerékpárút építése 500 millió forintból, a kastélyunk pincé rendszerének a felújítása 100 millió forintból, valamint a településen átívelő állami közút fejlesztése nagyságrendileg 100 millió forintból fog megtörténni a top keretein belül. A belvízelvezető rendszer most elindult felújítása, a belterületre hullott csapadékvíz és a felszín alól előtörő vizek rendezett elvezetését és a település belterületének védelmét szolgálja majd. A 20.000. honosított szemét köszöntötték a Nyíregyházán tartott állampolgári eskütételem. A kedvezményes honosítási eljárással Magyarország kormánya 2010 óta kárpótolni kívánja mindazokat a határon túlélő magyarokat, akik a történelmi események során akaratuk ellenére veszítették el a saját vagy felmenőjük születése, származása jogán őket megillető magyar állampolgárságukat. Azt remélem, hogy önök úgy tekintik ezt a várost, Nyíregyházát, mint a magyar állampolgárságok születésének a helyét. Mi szeretettel várjuk önöket vissza, így a jövőben is, és remélem, hogy ez a kapcsolat soha nem szakad meg. Természetesen a magyar állampolgársággal jogok is járnak együtt, konzuli védelemtől kezdve egyéb területeken magyar útlevél bezárólag, és természetesen a szavazati jogot is ideértjük. Gratulálok magyar állampolgárságokhoz, és viszont várjuk önöket Nyíregyházára a jövőben is. Április 8-a a demokrácia ünnepe. Aki nem szavaz, az is szavaz a maga módján, mert másokra bízza a döntést a saját sorsáról. Ezt Karácsony Gergely mondta országos kampány körútjának nyíregyházi állomásán. Az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje úgy fogalmazott, aki otthon marad, a változatlanságra szavaz, aki pedig rájuk, az az igazi változásra. Mivel lehet tudni, hogy Magyarországon a változást akkor emberek vannak többségben,
de szavazni a legnagyobb arányban a változatlanság hívei a Fidesz szavazók szoktak, ezért nagyon fontos, hogy magas legyen a részvétel. Ha elérjük azt a részvételt, amit például 2002-ben, amikor utoljára Orbán Viktort leváltotta a magyar nép, egy 70%-os részvétel sikerül elérni, akkor minden felmérés szerint kormányváltás lesz Magyarországon. Ezért azt mondom mindenkinek, hogy aki otthon marad, akkor vagy akaratlanul ad is a változatlanságra szavaz, ezért arra kérek mindenkit, hogy menjen el és szavazzon, és természetesen nem akárhova adja a szavazatát, támogassa azokat az esélyes jelölteket, például itt Nyíregyházán Csabai Lászlónét, akik valóban a változást képviselik, és természetesen az igazi változást a listás szavazatukkal, pedig az MSZP Párbeszéd Szövetségi Iroda szavazattal tudják elérni. €150 millió pályázati kerettel elindult a Hiszek Benned sportprogram harmadik, a szabadidő sportot támogató alprogramja. Jelentette be Nyíregyházán Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy a megyeszékhely €15 millió nyert az ingyenes úszodalátogatás támogatására, valamint a mai közgyűlésen döntés született 9 további szabadtéri kondipark és 2 futópálya építéséről is. Az önkormányzatokat és a kis egyesületeket támogató program után a szabadidősport támogatását célozza meg a Hiszek Benned sport harmadik alprogramja. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, a cél az, hogy megnyíljanak a létesítmények a sportolni vágyók előtt. Nyissuk ki a sportlétesítményeinket, és ingyenesen programokat hozzunk bele, akár fiataloknak, akár idősebbeknek, vagy hogyha van olyan létesítményünk, amelyeket szívesen használnának, akkor legyen lehetősége a különböző korosztálynak is mozgásgazdagon használni. A programot bonyolító Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke bízik abban, hogy a nyitott kapuknak köszönhetően egyre többen kezdenek majd elsportolni. Nem csak azok jelennek meg, reméljük a, úgymond a piacon, rossz szóval, a szabadidősport területén, hanem új arcok is, és itt nem csak a fiatalokra gondolok, hanem kóra nemre való tekintet nélkül azok, akik hetente egyszer sem mozogtak eddig, és most legalább az egy alkalmat, ha más nem, a szervezett program és az ingyenesség miatt igénybe fogják venni, és remélhetőleg megszeretik azt a mozgásformát, amit épp a mi szakembereink helyszínen tudnak biztosítani. Nyíregyháza €15 millió támogatást nyert arra, hogy májustól a nyugdíjasok díjmentesen vehessenek részt az élményfürdőben szervezett programokon. Ki tudjuk bővíteni azt a kört, amit ugye korábban is nyertünk, épp néhány héttel ezelőtt adtuk át azokat a sporteszközöket, amelyeket a Mozdó Nyíregyháza program keretében a gerinctornások használnak. Ezzel már azt gondolom az infrastruktúra eszközök után a programokat is tudjuk bővíteni, nagyon örülök neki. Kovács Ferenc elmondta, még a csütörtöki közgyűlésen döntés született arról, hogy további 9 szabadtéri kondipark és 2 futópálya épül Nyíregyházán. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 5 milliárd forintból épül gyümölcsfeldolgozó és sűrítménygyártó üzem Tornyospálcán. A gyár alapkövét csütörtök délelőtt tették le a település határában. A beruházás 100 fő részére biztosít új munkahelyet, akik mintegy 600 térségi termelő gyümölcseit dolgozzák majd fel. 1 milliárd forintos beruházás kezdődött Fényeslitkén. A nemrég átadott ipari parkba megérkezett az első vállalat, az Agrorehab Nonprofit Kft. Vezetésével. A parkban épülő európai kóser logisztikai központ lehet az egyik legfontosabb mérföldköve annak a folyamatnak, amellyel a térség gazdasága világszínvonalúvá nőheti ki magát. 6 megye 275 talajgenerátorát felügyeli majd a Balkányi Jégkármérséklő Rendszer Központja. Az épület alapkövét szerdán tették le a településen. Az országos rendszer kiépítése 1,8 milliárd forintba kerül, viszont évente közel 50 milliárd forint kár előzhető meg segítségével. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták március 29-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik internetes oldalunkon. Mi munkatársaink nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap borongós időre számíthatunk esővel. A Nyugat-Európa fölötti középponttal örvénylő ciklon elő oldalán délies áramlással egyre nedvesebb és enyhébb levegő éri a térségünket. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég. Ismétlődő jelleggel várható eső, zápor. A délnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős lesz az ég, záporok többször is előfordulhatnak. A déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, inkább csak rövidebb napos időszakok fordulhatnak elő. Vasárnapig összességében kiadós csapadék várható, eső, zápor, sőt zivatarok is előfordulhatnak. Több helyen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Vasárnapra átmenetileg jelentősen visszaesik a hőmérséklet, de hétfőtől már szárazabb és egyre melegebb levegő érkezik fölénk, emiatt érdemi és tartósabb melegedésre húsvét hétfőtől számíthatunk.